Tervpályázat. A Jégvilág címmel interaktív bemutató épülhet az állatparkban. Gyógyszermizéria. Megnyugtatták a vérnyomás csökkentőt szedő pácienseket. Brazil vendégek. Oktatási szakemberek látogatták meg a Nyíregyházi Egyetemet. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A Jégvilág címmel interaktív állatbemutató épülhet 2 éven belül a Nyíregyházi Állatparkban. Lesz benne valósághű mamut figura, és itt kapnak helyet a jegesmedvék, pingvinek és rénszarvasok is. Az attrakció elkészítése érdekében az önkormányzat pályázatot hirdetett, amire 12 terv érkezett. Teljesen szokatlan tervpályázatot írtunk ki. Szokatlan tervpályázatot írtak ki az állatpark jégvilágára, ezt mondta a város főépítésze. Veres István elmondta, hogy egy olyan különleges épületet kellett a szakembereknek tervezniük, amiben helyet kapnak többek között a jegesmedvék, fókák, pingvinek és a rénszarvasok, valamint egy interaktív kiállítás is, amiben többek között egy valósághű mamut figura is elfér. A pályázatra 12 terv érkezett be, ezeket mutatták be a nagy közönségnek a városházán. A szakmai zsűri 3 pályázatot díjazott, 2 pedig megvásárolt. Van 2 első díjas, és mivel a 2 között nem volt releváns különbség, tehát egyik ezért volt jó, a másik azért volt jó, nem akartuk egyiket második helyre, másikat első helyre sorolni, ezért lett egy harmadik, de második helyet akkor így nem osztottunk ki, és volt 2 megvételünk. Abból egy kiemelt megvétel, mert annyival több plusz volt benne. Veres István elmondta, 2 nyertessel megkezdik a tárgyalásokat, de minden nyertes és minden megvételre kerülő pályamunkában vannak olyan ötletek, amit szeretnének a leendő jégvilágba beépíteni. Európában több olyan építésstúdió van, aki speciálisan állatkerteket tervez, sajnos egyik sem jelent meg ezen a tervpályázaton. A tervpályázat szakmai zsűriében helyet kapott Gajdos László is. Az állatpark igazgatója azt mondta, a nyertesek tervei alapvetően jók, azonban van olyan köztük, ami impozáns, de az ide kerülő állatok számára nem feltétlenül ideális. Ezért az elbírálásnál küzdelem alakult ki a különböző szakmát képviselő zsűritagok között. Összecsapott a zoológiai szakma, amit egyedül képviseltem, meg az építész szakma, és hát valóban én ezt mindenképpen kellett, hogy toleráljam, hogy ez mégiscsak az építész tervpályázat, de a zsűri kollégáknak meg azt kellett tolerálni, hogy én egy alkalmazott épületet szerettem volna látni. Nekem nagyon fontos, hiszen több nagyon különleges, ritka állatot kell tartanunk és tenyésztenünk. Ha minden a tervek szerint halad, a jégvilág előreláthatóan 2 éven belül épülhet meg a Nyíregyházi Állatpark területén. A beruházásra 3 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, amit a Modern Városok program forrásaiból finanszírozhatnak. Akinek van otthon valszartan tartalmú vérnyomás csökkentője, szedje el, mert a hirtelen leállás kockázatosabb, mint a gyógyszerben talált szennyező anyag bevitele. Ezt jelentette be az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. A gyógyszermizéria múlt héten kezdődött, amikor 27 vérnyomás csökkentő készítményt kivontak a forgalomból, mert szennyező anyagot találtak a hatóanyagukban. Ezt a gyógyszert szeretnénk kiváltani. Jó, az egyiket tudom adni, a másikat viszont sajnos nem. A vérnyomás csökkentő gyógyszerét szerette volna kiváltani szerda délután ez a nyíregyházi nő. A patikában tudta meg, hogy a felért gyógyszerét kivonták a forgalomból. A gyógyszerész egy másik készítményt ajánlott fel számára, amit elfogadott. Vérnyomás csökkentőt szedek, válszakolt, és a gyógyszerész tájékoztatott, hogy most egy másik gyógyszert fogok kapni helyette, de nagyon jó hatásfokkal ugyanúgy lehet szedni továbbra is, csak az előzővel volt valami probléma, amit igazából én nekem, mint fogyasztónak nem is biztos, hogy kell tudni, hogy milyen tartalmi összetevők cseréje lesz az újban. De rögtön kaptam segítséget, felvilágosítást, kaptam helyette másik gyógyszert, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. A patikák leszedték a polcokról a forgalomból kivont gyógyszereket, a Körte utcán egy ládában várják további sorsukat. A gyógyszerészek közben folyamatos tájékoztatást kaptak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézettől a kialakult helyzetről. A szakemberek ezért azt mondják, nincs ok a pánikra. A betegek még elszedhetik a gyógyszerüket, ami otthon van, utána azonban érdemes konzultálni a házi orvossal, mert több ugyanezzel a hatóanyaggal ellátott termék
továbbra is megvásárolható. Aggodalomra nincsen ok, van alternatív megoldás, tehát azoknak a betegeknek, akiknek még otthon van a házi patikában, illetve meglévő valzartán hatóanyag készítmény, nyugodtan szedjék tovább. Amennyiben elfogyott, fel kell keresni a házi orvost. Két lehetőség van, vagy helyettesítő készítményt tud ajánlani a házi orvos. Vannak gyártók, akik amelyeknek a termékei még forgalmazhatók, illetve hogyha ez nem megfelelő a beteg számára, akkor ír a házi orvos egy másik vérnyomás csökkentőt. A gyógyszer mizéria még a múlt héten kezdődött, amikor 27 vérnyomás csökkentő készítményt vont ki a forgalomból az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Egy kínai gyártó által előállított Valzartan nevű hatóanyagban ugyanis szennyező anyagokat találtak, aminek hosszú távon kedvezőtlen mellékhatásai lehetnek. Ugyanakkor az intézet hozzáfűzte, nem minden Magyarországon forgalomba hozott Valzartan hatóanyagú készítményt érint a forgalomból kivonás. Magyarországon nagyjából 200 ezer magas vérnyomásban szenvedő beteg szed Valzartan hatóanyagú készítményt, és háromnegyedük szed olyan gyógyszert, amelynek hatóanyagával kapcsolatban most kifogást emelt az Európai Gyógyszerhatóság. 45 brazil tagállami és önkormányzati egyetemet, 700 ezer diákot tömörítő szervezet 30 fős küldöttsége érkezett Nyíregyházára a Magyar Rektori Konferencia képviselőivel. A dél-amerikai országból érkezett rektorok és oktatási szakemberek egy magyarországi szakmai út keretében látogattak el a Nyíregyházi Egyetemre. A brazil vendégek látogatásának fő célja a mobilitás elősegítése, diákok és tanárok cseréje. Nagy tervekkel érkeztek Magyarországra az egyetemi tudományos kutatási együttműködésben. A két hét alatt 14 felsőoktatási intézményben tájékozódnak a lehetőségekről, így a Nyíregyházi Egyetemen is. Az Egyesület 45 felsőoktatási intézményt képvisel, így a legkülönfélebb területeken számítunk közös projektekre. A mi egyetemünk szívesen dolgozna együtt például agrárterületen, a mérnöki munkában, egészségügyi vagy állatorvosi kérdésekben, illetve bekapcsolódnánk a nanotechnológiai kutatásokba is. 8 millió egyetemi hallgató van Brazíliában, 6 millióan magánegyetemeken tanulnak, a többiek állami intézményekben. Nos, ezen diákok közel felét képviseli a Nyíregyházára is ellátogató brazil delegáció. Egyelőre három lehetőséget látunk az együttműködés, ami oktatás, kutatás, hallgatócsere témában merül neki. Egy Erasmus pályázati lehetőség, amit közös együttműködésben lehetne megpályázni, a Stipendium Hungaricum program, aminek keretében most az elmúlt utóbbi években már évi 250 hallgató jöhet el Magyarországra, Brazíliába tanulni. Ha ők esetleg megpályáznák az itteni tanulási lehetőséget, akkor a program keretében tudnánk mi is hallgatókat fogadni, illetve most nyújtottuk át az új Erasmus katalógusunkat, ez nagyon friss, még nagyon új, ebben már le vannak rögzítve azok a rövid tartamú, féléves terminusú programjaink, angol nyelvű programjaink, amelyeket bármilyen országból származó hallgatónak angol nyelven tudunk kínálni. Kulturális területen is kész az együttműködésre a Nyíregyházi Egyetem, és felveszi a kapcsolatot azzal a brazil rektorral, kinek az intézményében zenei képző, művészeti, színházi, illetve filmes képzés történik. Brazília oktatási szerkezete eltérő a hazai gyakorlattól. Ők 4-5 évig járnak az alapképzésre, majd jön a kutatási központú mesterképzés. Hasonlóan Magyarországhoz nagyon fontos ott is, hogy a hallgatónak diplomája legyen, sokkal könnyebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és főleg most, hogy Brazília éppen hogy lábal ki a válságból, a diplomának és főleg az európai diplomának nagyon nagy az értéke. Mind magyar, mind brazil részről abban bíznak, hogy az egyeztetések során megélénkül a hallgatói és oktatói csere az intézményekben. Egyre több kutatási együttműködést tudnak elindítani, illetve közép és hosszú távon ez hatással lesz majd a két ország közötti gazdasági együttműködésekre is, melyek előkészületei a nagykövetség támogatásával miniszteri szintű tárgyalásokig jutottak. Az Ön választ, mi segítünk program kapcsán lezárult a támogató szavazás az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban. A cél az volt, hogy a vásárlók segítsenek kiválasztani, melyik civil szervezet kapja meg a 400 ezer forint összegű támogatást. A fődíjat a Rejtett Kincsek Down Egyesülete nyerte el.
Májusban pályázatot hirdetett egy áruházlánc nyíregyházi bevásárlóközpontja, amelyen civil szervezetek vehettek részt. A három nyertes közül a vásárlók szavazással döntötték el, ki nyerje el a 400 000 forintos felajánlást. Az emberek a fizetés után kaptak egy korongot, amit a szervezetek kihelyezett urnáiba dobtak, így tudtak szavazni. A nyíregyházi babavárklub, az Aranyos Diákokért Egyesület és a Rejtett Kincsek Down Egyesület versengett azért, hogy megkapják a támogatást és megvalósítsák programjaikat. A fődíjat a Rejtett Kincsek Down Egyesülete nyerte meg. Közel 12 000 vásárló szavazott a programunkra az elmúlt időszakban, és így hát első helyen lettünk hirdetve ebben az akcióban, amelynek a bevétele, mégis ez egy 400 000 forint lesz itt a felajánlás az áruház részéről, amit mi arra fogunk fordítani, hogy érzékenyítő programokat csináljunk kisiskolás és óvodás gyerekeknek Nyíregyházán. Ez azt jelenti, hogy 10 csoportot fogunk fogadni, ez közel 250-300 gyerek. Számukra fogyatékkal élő gyerekekkel közös programokat fogunk szervezni a Nyíregyházi Csodavár intézményében. Az áruház láncin már negyedik alkalommal segíti a civil szervezeteket és közösségeket a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével. A kiállított urnák egy hónapig voltak a bevásárlóközpontban, és közel 20 000 szavazat gyűlt össze. Az Önválaszt Mi Segítünk program 2 hónappal ezelőtt indult el itt a nyíregyházi Tesco áruházba, illetve az ország összes áruházába. Szerencsésnek mondhatjuk el magunkat, mivel a nyíregyházi vásárlók 20 000 szavazatot adtak le itt a áruházba. Az első helyezett a Dóna Egyesület lett 12 000 szavazattal, az Aranyosi Diákok szervezete 6 000 szavazattal a második lett, illetve a Babaváró Klub pedig 4 000 szavazattal a harmadik helyezett lett. Az idei évben annyi változás volt ezzel az Önválaszt Mi Segítünk programmal, hogy mind a három helyezett pénzösszeggel távozik. A Rejtett Kincsek Down Egyesület az érzékenyítő foglalkozásokat szeptembertől januárig valósítja meg. Az áruház lánca a következő évben is megszervezi az Önválaszt Mi Segítünk támogatói programot. Július 2-án megnyílt a strandkönyvtár. Az olvasás népszerűsítése a könyvtár célja a strandon is. Ezért 2012 óta működteti a strandkönyvtárat a Parkfürdő területén. Mindjárt mondjuk a részleteket, előtte nézzük a nap további híreit. Szerdán délután a Nyírszőlősi úton árokba hajtott, és az oldalára borult egy pótkocsis mezőgazdasági vontató. Személyi sérülés nem történt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a vontatót áramtalanították, majd tűzoltódarú segítségével emelték vissza a szerelvényt az útra, és megszüntették a forgalmi akadályt. Személygépkocsi és kisteherautó ütközött össze Nyírpazonyban a Turai úton. Személyi sérülés nem történt. A kisteherautó egy utánfutót vontatott, amelyen 5 birkát szállított, közülük a balesetben egy elpusztult. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsikat áramtalanították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. Tegnap este az Orosi út bevezető szakaszán egy nyerges vontató figyelmetlenül váltott sávot, és összeütközött a mellette szabályosan érkező személygépkocsival. A vétlen járműből a mentők egy szemét szállítottak kórházba. Július 2-án megnyílt a strandkönyvtár. Az olvasás népszerűsítése a Móricz Zsigmond könyvtár célja a strandon is. Ezért 2012 óta működteti a strandkönyvtárat a Parkfürdő területén. A nyári turisztikai szezonban vendégeink és persze a városlakó kedvére is szolgál a könyvtár, amikor a fürdőzők körében nyilvánvalóan kapós női irodalommal, krimivel, ifjúsági és gyerekirodalommal jelenik meg az alkalmi könyvtárasztal kínálata. Egy napos kölcsönzés a jellemző, de hosszabb időre is elvihetik a látogatók az olvasnivalót. Könnyed nyári könyveket vittünk ki olvasásra, illetve heti lapokat, folyóiratokat és napilapokat. A napilapokat természetesen, és mindegyiket rendszeresen frissítjük. Július elejétől július végéig hétköznapokon 10-től 18 óráig leszünk nyitva.
Rejtő Jenő, Lőrincel László és Nemere István, az Arany és Vörös Pöttyös könyvek, a fantasy irodalom, Fejős Éva és Fábián Janka, de a történelmi sorozatok is a sikerlistán szerepelnek a központi könyvtár kölcsönzőjében. Karen Kingsbury, Mary Alice Monroe vagy Nárai Tamás köteteire előjegyzést vesznek fel az olvasószolgálat munkatársai, annyira kedveltek a látogatók körében. A strandkönyvtár július 27-ig tart nyitva Sóstón, a Parkfürdő öltözőjében. A végletekig harcoltak a Tigrisek, de nem jutottak be a HFL döntőjébe. A Nyíregyháza Tigers 35-20-as vereséget szenvedett a Budapest Wolves-tól a fővárosban. Erősen szeles, de napos időben léphettek pályára a Tigrisek a Vasas Pasaréti Sportcentrumban, ahol a Budapest Wolves-szal küzdöttek meg a döntőbe jutásért. A két együttes egy izgalmakkal teli, kiélezett meccset vívott egymással. A Farkasok az első negyedben hamar megszerezték a vezetést, a következő etapban viszont a Tigrisek voltak eredményesek, és a nagy szünetre 14-14 volt az eredmény. A Tigers ugyanolyan iramban jött ki a második félidőre, mint ahogy játszott az elsőben. Ismét szépen araszolt előre a szabolcsi együttes, és 21-14-ről felzárkóztak 21-20-ra, de az extra kísérlet nem jött be, így elmaradt az újabb döntetlen. Ezt követően egyre magabiztosabb lett a hatszoros bajnok, és végül 35-20-ra győzött. Thomas Smithy, a Tigrisek vezetőedzője szerint az első félidőben a szezonbeli legjobb teljesítményüket nyújtották. A harmadik és a negyedik negyedben viszont egy kicsit csalódás keltő volt a játékuk. Az eredménnyel a győztes Farkasok léphetnek majd pályára a Szusza Ferenc stadionban, a 13. Hungarian Bowl-on, ahol a Miskolc Steelers lesz az ellenfelük. A Nyíregyháza Tigers annak ellenére, hogy idén nem tudtak a fináléba jutni, minden egyes szezonjukban elérték a rájátszást. Most a Tigrisek mérkőzései véget értek, viszont ősszel sok ismerős arcot láthat majd a közönség, mert indul a juniorok szezonja. A fiatalok megmutathatják, hogy mit tanultak a felnőtt mezőnyben. Híradónk végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. A Jégvilág címmel interaktív állatbemutató épülhet két éven belül a Nyíregyházi Állatparkban. Lesz benne valósághű mamutfigura, és itt kapnak helyet a jegesmedvék, pingvinek és rénszarvasok is. Az attrakció elkészítése érdekében az önkormányzat pályázatot hirdetett, amire 12 terv érkezett. Akinek van otthon valszartan tartalmú vérnyomás csökkentője, szedje el, mert a hirtelen leállás kockázatosabb, mint a gyógyszerben talált szennyezőanyag bevitele. Ezt jelentette be az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. A gyógyszer mizéria múlt héten kezdődött, amikor 27 vérnyomás csökkentő készítményt kivontak a forgalomból, mert szennyezőanyagot találtak a hatóanyagukban. 45 brazil tagállami és önkormányzati egyetemet, 700 ezer diákot tömörítő szervezet 30 fős küldöttség érkezett Nyíregyházára a Magyar Rektori Konferencia képviselőivel. A dél-amerikai országból érkezett rektorok és oktatási szakemberek egy magyarországi szakmai út keretében látogattak el a Nyíregyházi Egyetemre. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. Találkozzunk pénteken is, amikor a legfrissebb híreket mondjuk önöknek. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!